felfejelik. A másik oldalon ott van Kálnoki, Kis, elsőre még mentenek, az ismétlést azonban már be tudja juttatni a kapuba, és ezzel megszerzi az első újpesti gólját az MTK-tól érkezett játékos. Az első fordulóban piros lapot kapott, az is emlékezetes, mint ahogy ez is, hiszen megvan az első találata a lila-fehér klub színeiben.